Eredményes fél év van a talentumokod a mögött. Drágul a krumpli. Járd a felújítási program Karcagon. Miniszteri elismerés Nagy Jánosné részére. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. február 1-én 18 óra 5 perckor. Földvárin és Simon Ilonával, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Talentum óvoda vezetőjével beszélgettünk az óvoda elmúlt fél évéről. Nagyon jó tapasztalatokról számolt be az intézményvezető, mind az óvónők, mind a szülők részéről. A pozitivitást az is alátámasztja, hogy a 90 férőhelyen 86 kisgyermek van. A 2022-23-as nevelési évben két kis csoportot indítanak, és már lassan megvan a létszám itt is. A hagyományos óvodai tevékenység formák mellett változatos programokat kínálunk a kisebbeknek, nagyobbaknak, óvodásoknak. Sikerült beindítani például az angol nyelvnek a játékos formában történő tanítását, ismerkedését magával a nyelvvel játékos formában. Két csoportban két pedagógus látja el ezt a feladatot. Aztán nagyon nagy sikere van a robotika foglalkozásnak az óvodában. Az informatika tanárunk szokott menni mindig csütörtökön délelőtt. Aztán még nagyobb sikere van az úszás oktatásnak, pontosabban a buborék program ennek a neve, és inkább úgy fogalmaznék, hogy a vízhez szoktatás. Nagyon szeretik a gyerekek. Szerda délelőtt a testnevelő tanárunk, orosz tanárunk viszi a gyerekeket, és népszerű. A délutáni órákban pedig a nagycsoportos gyerekek esetében azért el kell mondani, hogy ott már nagyon keveset alszanak, vagy éppen kérik a szülők, hogy már nem akarnak aludni. És a talentum programokat indítottuk be. Ezek ilyen talentum műhelyek, és nagyon változatosak, nagyon sokszínűek, 6 kis műhelyünk van. Ezeket az óvónők vezetik. A járványhelyzet miatt a szülőket nem tudják beengedni az óvodába. Csoporton belül készültek az óvónők és a gyerekek a karácsonyra, az adventi előkészületekre, a gyertyagyújtásra. A járványhelyzet miatt a szülőket nem tudjuk beengedni az óvodába, az iskolába sem. Házon belül, csoporton belül készültek az óvónők és készültek a gyerekek a karácsonyra, illetve az adventi előkészületek is természetesen megvoltak. A gyertyagyújtás, ugye a vasárnapok egymás után követték egymást. A negyedik A-osztály tanulói egy betlehemes műsorral, betlehemes játékkal készültek, és átmentek az óvodában, és a gyerekeknek ezt a nagyon szép műsort előadták. Meg kell említeni, hogy nagyon szép volt az óvodában, de az iskolában is, a telephelyeken is a karácsonyi dekoráció. Külön készítettünk egy fotógyűjteményt, annyira szépre sikeredett. Az óvodában is azt kell mondani, hogy nagyon kreatívan a tagóvoda vezető és a óvónők és a szülői munkaközösség segítségével elkészítették a dekorációt. Az óvodában fenyőfát nem állítottak, mert ugye ott az óvónők azt mondják, hogy a fenyőfa az a családnak a feladata, tehát minden megvolt, ami kell, de a család, vagy a karácsonyfának a díszítését meghagyták a család számára. Tavasszal szeretnének tehetségnapot tartani, ahol az óvónők is készülnek majd meglepetésekkel. Szeretnénk tervezni egy tehetségnapot. Nem tűztük még ki az időpontot, de várjuk a jó időt, és valószínű, hogy májusban
lesz majd ennek a napja, ennek az alkalma, illetve az óvónők is mindig előállnak valami nagy-nagy meglepetésekkel. Ezt egyik meglepetést még én sem tudom, mert nem árulták el nekem. Aztán nyilván, hogy majd évvége fele a kis ballagás, az évzáró, azt megelőzően természetesen a húsvéti alkalom, azt már tudom, hogy a tanítónénik készülnek egy báb előadással húsvétra, és akkor átmennek az óvodába, és ezt a báb előadást, ezt a kreatív báb előadást élőben elő fogják adni, és így kedveskednek a gyerekeknek. Remélik, megtartható lesz az év vége felé a ballagás, az évzáró. Azt megelőzően természetesen a húsvéti alkalomra már a tanítónénik készülnek egy báb előadással. Úgyhogy idén sem maradnak programok és élmények nélkül a talentumovisok. 6. hónapja emelkedik a burgonya ára, a múlt hónapban több mint 30%-kal kértek érte többet, mint egy évvel korábban. Egy karcagi család majdnem 6 kg krumplit vásárol havonta. A krumpli az egyik legkedveltebb élelmiszer Magyarországon. Ez a francia Mozart burgonya 290 forintos kiló áron van. Ez B kategóriás, ami azt jelenti, hogy jó sütni is és főzni is. Még szintén francia ez a sárga burgonya, ez C kategóriás, tehát ez csak sütni jó, mert egyébként meg szétfőne. Viszont sütni a legremekebb, legkiválóbb. Mindegyik hibátlan, de természetesen vannak itt magyar burgonyák is, amiket inkább 5 kilós kiszerelésbe visznek. Ez magyar emese burgonya. Ez ráírva is az jó, hogy A és B kategóriás, tehát sütni és főzni is kiváló. Az áremelkedés viszont úgy tűnik nem áll meg. Idén további 25-30%-os drágulásra számítanak a termelők a kötelező minimálbér emelés és a megugró energiaárak miatt. Picit följebb ment az utóbbi hetekben a krumpli ára. Nálunk is, mint látható, 290 forintos kiló áron van. Hozzáteszem, ez nagyon jó minőségű krumpli, tehát ez nincs úgy, hogy belül fekete lenne, vagy fagyos lenne. A kereslet azért növekedett meg nálunk, mert mivel üzlethelyiségben vagyunk, és nem kint a piactéren, tehát még tudjuk, hogy a piactéren azért jobban megfagy a krumpli, itt bent teljesen fagymentes, és garanciával vásárolhatják a vevők. Itt is van kilós, 5 kilós kiszerelésben. Tavalyhoz képest picit mentek fel az árak, tehát én nem feltétlen tartom ezt, hogy 30%-kal biztos, hogy följebb ment. A krumpli ára nem sok minden, és szerintem sokkal jobban följebb ment, mint a krumplinak az ára. Valószínű, hogy följebb mennek az árak, egyébként minden tavasszal, tehát följebb szoktak menni az árak itt is. Egyrészt azért, mert ugye kevesebb lesz a burgonya a raktárakba, szeretnék drágábban eladni, illetve valószínű, hogy befolyásolni fogja mindaz, hogy a munkaerő egyre drágább, a tárolás drágább, és a szállítás. Ugyan most itt van a benzinástrop, de szerintem nem tart örökké, úgyhogy akkor biztos minden ár jól meg fog emelni. A termelők azzal indokolják a burgonya árának emelkedését, hogy a nyári hőség nem kedvezett a krumplinak, 20%-kal kevesebb volt a termés Európában. A magyar árakat pedig a nyugat-európai árak határozzák meg. Hamarosan kezdődnek a járdafelújítások a városban. A részletekről Szepesi Tibor polgármestert kérdeztük. Még tavaly döntött az önkormányzat arról, hogy azokat a forrásokat, amelyek rendelkezésre állnak járdafelújításra, azt igénybe veszik és folytatják az elkezdett munkálatokat, amelyekről 2018-ban döntött a testület. Akkor kezdődött egy átfogó járdafelújítási program, mely szerint minden körzetben 8-10 utcát érintve 400-500 méter hosszúságban teljes felületén a járda szakaszoknak megújultak a város több pontján. Ez ugye folytatódott 19-ben, 2020-ban, és ebben az évben is folytatódni fog. A közbeszerzési eljárások, a tervezés, az előkészítés lezajlott, megkötöttük a szerződést a kivitelezővel, a mai napon pedig terület bejárással átadásra kerülnek azok az utca szakaszok, amelyek építési területként fognak innentől kezdve funkcionálni, és hát nyilván az időjárás függvényében a napokban el is kezdődnek ezek a munkálatok. Erre 40 millió forint áll a város rendelkezésére. 40 millió forint áll rendelkezésünkre idén erre a keretre.
erre a járda felújításra, és ahogy mondtam, a város szinte minden pontján 10-12 utcát érintve, szinte teljes hosszában ezek az utcák, és teljes szélességében, ami nagyjából egy 1 méter 50 centis szélesítést, szegéllyel ellátva, illetve meleg aszfalttal borítva, kerül felújításra. Lesz olyan rész, ahol a már megkezdett szakasz folytatódik, és így lesz majd teljes az utca, lesz, ahol pedig egy új szakasz kerül kijelölésre. A főtéren, ha lesznek rá források, folytatódik, de a kerékpárút és parkolófelújítások folyamatosak. Nyilván a forrásokat kell majd figyelembe venni, hogy tudjuk-e folytatni ezeket a térkövezési munkálatokat, de az út, járda, illetve kerékpárút, parkolófelújítások, ezek folyamatosak lesznek, mint ahogy erről már szó volt, hiszen itt is rendelkezésünkre állnak azok a források, megérkeztek, amelyek pályázat útján kerültek a településre, és ezekből elsősorban, első körben, ugye a legfontosabb, amit már mindenki nagyon vár, a Kisújszállási úti kerékpárútnak a teljes hosszában, szélességében történő megújítása, illetve azoknak a parkolóknak a folytatása, ami a város központ forgalmát fogja tudni enyhíteni majd. A külterületi, elsősorban mezőgazdasági utak felújítása is folytatódik. Ugye elsősorban a mezőgazdasági utakról is beszélünk, amelyet ma már azért rekreációs és szabadidős célokra is használnak nagyon sokan. Ugye a turisztikai látványosságokat, magát a pusztát is ezeken az utakon lehet megközelíteni. Itt is tervezzük természetesen az állagmegóvást, a lehetséges felújítást, illetve vannak olyan benyújtott pályázataink, amely esetleg ezeknek az utcáknak, utaknak a turisztikai célú megközelítését akár aszfaltozással is lehetővé fogják tenni. A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztere pedagógus szolgálati emlékérmet adományozott Nagy Jánosné tanárnő részére. Nagy Jánosné 2009. szeptember 1-e óta dolgozik a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnáziumban, korábban a Jogelőd intézmény pedagógusa volt. Egészségügyi szakoktatói oklevelét Budapesten, az Orvos Továbbképző Intézet egészségügyi karán, pedagógiai szakos tanári diplomáját a Debreceni Egyetem bölcsésztudományi karán vehette át. Én a pályámat három műszakos nővérként kezdtem. Tehát én nagyon szerettem a munkámat, tehát nem is munkának, hivatásnak tekintem az ápolói hivatást, és adódott egy lehetőség, amikor a gyermekem megszületett, hogy egy műszakos állásba bemehetek a gimnáziumba tanítani. Az akkori igazgató felkért, hogy vállaljam el, és én nagy szeretettel vállaltam. Bár akkor nem tudtam, hogy mit vállalok, mert egy teljesen más jellegű feladat, de az évek során nagyon megszerettem, nagyon jól elfogadtak a tanítványok, és végül is hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt tehettem, hogy taníthattam, és ha még egyszer kellene kezdenem, még egyszer ezt a pályát választanám, ezt a hivatást. Mert embereken segíteni, azt látni, hogy amikor bármerre megyek az országba, és mindenhol ott vannak a tanítványok, azok a tanítványok, akiket tanítottam, a minisztériumtól elkezdve vezetőbeosztásba, de a betegágy mellett is, és megismernek, odajönnek, megszólítanak, ennél nagyobb elismerés az életben, nem tudom, hogy kell-e, hogy a tanítványok az embert felismerik, becsülik és tisztelik. És hát az a tudás, pedig ő bennük él tovább, amit nekik átadott. Én azt kívánom, hogy azért a gyermeke, unokák körében is legyenek nagyon szép napjai, és hát ez a díjhoz még egyszer gratulálok, és meghatottam, vette át. Mit érez most? Hát nagyon boldog vagyok, mert 2017-ben megkaptam a Karcagváros kultúrájáért díjat, és azt hittem, hogy na, nincs tovább, és tavaly 2021-ben viszont a Karcagi Református Középiskolák díját kaptam meg. A nagy templomban vehettem át tanévzáró ünnepségen, és tényleg ott is nagyon meghatódtam, és most, amikor igazgató úr jelezte, hogy ezt az emlékplakettet még adományozák, és megkapom, nagyon, nagyon boldog voltam, és tényleg jó érzés volt, és felemelő érzés, hogy attól függetlenül nyugdíjba mentem, még mindig számítok, és ez nagyon fontos. Kedves nézőink,
Napi hírműsorunkat a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!